Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületében. Abból az alkalomból, hogy az idén júniusban rekordokat döntő Dunai árvízen vagyunk túl, és hát a kollégáim közül nagyon sokan, szám szerint a Mezőtúri Kirendeltség kollégái közül és a Mezőtúri Tűzoltóparancsnokság kollégái közül 18-an részesei voltak annak a heroikus küzdelemnek, amelyet végre kellett hajtani a kollégáknak ahhoz, hogy megmentsük a Duna mellett élőknek a vagyonát, testi épségét. És ebből az alkalomból vagyunk most itt ezen a kis ünnepségünkön, és szeretném bemutatni, illetve köszönteni az ünnepségünk elején Boldog István országgyűlési képviselő urat, egyben Kétfó község polgármesterét, Herceg Zsolt urat, Mezőtúrváros polgármesterét, Bata Attila Viktor urat, Mezőtúrváros alpolgármesterét. Tisztelettel köszöntöm minden kedves meghívott vendégünket, nem utolsó sorban kollégáimat, akik részesei voltak ennek a védekezésnek, illetve a sajtó képviselőit. Az ünnepségünkön én szeretnék annyi bevezetőt mondani, mert nem enyém lesz most alapvetően a fő hangsúly, hogy amikor elindult június 4-én ez az árvízi védekezés, amelyet alapvetően a katasztrófavédelmi rendszer hivatásos erői, a speciális erők, a vízügyi szakemberek, a rendőrség, honvédség, önkéntesek, önkéntes mentőszervezetek összehangoltan hajtották végre ezt a védekezést, és ehhez kellett mindenkinek a munkája. Kellett a gátakon az ottani lakosoké, azoké a szakembereké, akik ezt tudják irányítani, és mi ebben nagyon sokat tettünk. Voltak kollégák, akik kétkezi munkával, tehát zsákpakolással vették ki a részüket, volt, akik az irányításban vettek részt, voltak, akik a törzs munkájában vettek részt, az operatív törzs munkájában, és volt, aki a gáton, volt, aki pedig a víz oldaláról segítette ezt a munkát. Én annak idején képviselő úrnak is és polgármester úrnak is folyamatos tájékoztatást adtam, hogy milyen munkát végeznek a kollégáink, és ők már akkor jelezték, hogy mindenféleképpen szeretnék elismerni kollégáink munkáját. És hát telt múlt az idő, sikerült megszerveznünk ezt a kis rendezvényt, de ezek előtt már a katasztrófavédelem, a megyei igazgatóság is megemlékezett a kollégáknak a helytállásáról. Ők már kaptak ez alkalomból egy elismerést, egy emléklapot, és most ebből az alkalomból képviselő úr is és polgármester úr is készült egy kis ajándékkal, hogy kifejezze elismerését és köszönetét az állomány részére. Én ígérem azt, hogy ahogy eddig is, a kollégáink mindig is helyt fognak állni. Most ugyanez a munka, ez a hivatásnak ez a része, ez messze volt a mi városunktól, járásunktól, működési területünktől, de bármikor lehet nálunk is hasonló esemény. Hortobágy, Berettyó, Körösök környezetében az árvíz azért mindig benne van. És hát lehet, hogy nem olyan soká, sajnos megint erre kell felkészülni. Lehetséges, hogy bármelyik pillanatban itt a tél folyamán megint mutatni kell a kollégáknak azt felelősségteljes munkát, amit a Dunai árvíznél is bemutatott. Én úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik részt vettek ebben, megérdemelnek annyit, hogy ne csak akik itt vannak, hanem a sajtó képviselői, és ezen keresztül Mezőtúr és környéke lakosai is tudják, hogy kik vettek részt ezen a védekezésben. Úgyhogy én felolvasnám azokat a kollégákat, akik részt vettek. Több részletben lettek elvezényelve a kollégák. Először alapvetően az operatív törzsbe került elvezénylésre
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán volt egy operatív törzs, amely összefogta a védekezést, odafutottak be az információk. Ide Pán Lajos tűzoltó őrnagy úr került először vezénylésre, majd őt követve végül is Sződ-ligeten hajtott végre irányítói munkát Ardai Péter tűzoltó százados úr. És az első kontingens alapvetően Győr-Újfaluba lett elvezényelve a többi megyei kollégával. Ők név szerint Bajon Gábor tűzoltó főhadnagy úr, Lázár József tűzoltó zászlós úr, Juhász Gábor tűzoltó főtörzsőrmester úr, Zoltán Arnold tűzoltó főtörzsőrmester úr, Fésűs Lajos tűzoltó főtörzsőrmester úr, Koller Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester úr, Juhász József tűzoltó törzsőrmester úr, Beke Lajos tűzoltó törzsőrmester, Ugrai Géza tűzoltó törzsőrmester. És még ebben a kontingensben volt vezényelve Magda Sándor tűzoltó törzsőrmester, ő most objektív okok miatt nem tud részt venni rendezvényünkön. Ugyanúgy Győr-Újfalun kezdte, de utána átkerült vezénylésre több helyszínre is Pap János tűzoltó zászlós parancsnok helyettes kollega. Ő most képzésen vesz részt, ő azért nem tud most részt venni. Ő amúgy a Magyarországi Hivatásos Katasztrófavédelmi Szervnek, a Hunor mentőcsapatnak oszlopos tagja, és őket vezényelték mindig a legkritikusabb pontokra, így Győr-Újfaluban is láttak el szolgálatot Pilismaróton, majd a legvégén ők lelettek vezényelve a Dunának a kilépő szakaszára is, Hódon a településre, ahol elhagyta Magyarországot az árvíz. Bajára, a Petőfi-szigetre került elvezénylésre a mezőtúri kishajó, a mentőcsónakunk, négy fővel, Nádházi Sándor tűzoltó főtörzsőrmester, Pusztai Jenő tűzoltó főtörzsőrmester, Miskolci László tűzoltó törzsőrmester, és Erdei Mihály tűzoltó törzsőrmester, aki szintén nem tudott most részt venni. Úgyhogy ők voltak, akik részt vettek effektív mentési, védekezési munkálatokban, de meg kell említenem, hogy ez csak akkor valósulhatott volna meg, ahogy ők ellettek innen vezényelve, hogy az itthon maradóknak egy másik szolgálati rendre át kellett térni, és akik itthon maradtak, ugyanúgy ellátták mezőtúris térsége tűzvédelmét, garantálták a lakosok biztonságát. Úgyhogy alapvetően mindenki tette a dolgát, aki el volt vezényelve ott, aki itthon maradt, az meg itthon. Ezt szerettem volna még elmondani, és akkor zárszóként én még egyszer szeretném megköszönni azokat a gondolatokat és azokat a ajándékokat, amit kaptunk. És csak ismételni tudom magamat, hogy a továbbiakban is azt tudom ígérni, hogy kollégáimmal a mezőtúri és a térségünk lakosainak a biztonságát fogjuk szolgálni. Úgyhogy köszönjük szépen, és ebből ezt a kis rendezvényünket bezárom. Köszönöm szépen a megjelenteknek, hogy megtiszteltek bennünket. Köszönöm szépen. Megkérem Vajon Gábor százados úr szolgált parancsokat, hogy akkor főnek ünnepélyesen. Ő egyedül is elvírja van, hogy a Igen. Csak nem ilyen. Köszönjük szépen. Gratulálok nektek a munkátokhoz, nagyon köszönöm a munkátokat, és bármiben tudok segíteni, akkor természetesen mindig, akár polgármesterként, akár képviselőként, én itt vagyok, keressetek, én bízom benne, hogy mindig jól tudunk együtt dolgozni. Ez eddig is így volt, azt gondolom, hogy ezután is így lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor tisztelettel átadnám ezt a mikrohullámos. Ardai Péter százados urat megkérem, hogy vadját. Azt így levemeljük meg százados urat, aztán járt végészséggel. Köszönjük szépen. A mai napon a mezőtúri katasztrófavédelmi kirendeltségen egy szép hangulatú, ünnepélyes tartalmú rendezvényen vehettünk részt. Polgármester úr, miről szólt ez a rendezvény? Az állomány jelentős része részt vette a Dunai árvízi védekezésben. Hát itt az ünnepségünkön, ahogy hallhattuk, volt, aki az operatív törzsben, de volt, aki a gátokon teljesített szolgálatot.
ezt jöttünk el képviselő úrral megköszönni az állomány részére, hiszen tulajdonképpen minden tagját érintette az árvízi védekezés, hiszen az itthon maradottakra azáltal jutott több teher, hogy többet kellett szolgálatban lenniük, úgyhogy elismerés a részükre is. Ezt a teljesítményt jöttünk el a mai napon elismerni, és tulajdonképpen tisztelegni azok előtt, akik ebben a védekezésben heteken keresztül részt vettek. A szóbeli dicséreteken kívül okleveleket adott át polgármester úr, illetve egy ajándékkal is meglepte a szolgálatot. Mi is volt ez az ajándék, és mit jelentett ön számára az oklevelek átadása a dolgozóknak? Én tényleg csak a legmagasabb fokon tudok ezekről a teljesítményekről beszélni, és kiemeltem itt a köszöntőmben is azt, hogy milyen jó volt látni azt, hogy az ország egy időszakban milyen nagymértékű összefogást tudott tanúsítani. Tényleg mindenki ott volt, aki tudott segíteni, és hát hála Istennek nagyon sokan, sok civil is részt vett ebben a védekezésben, és ezért csak a legnagyobb hálánkat lehet, hogy kifejezzük a részükre. Nyilván tudjuk azt, hogy ezek az urak, akik itt teljesítenek szolgálatot, ők el lettek vezényelve erre a védekezésre, tehát nem önként döntöttek arról, hogy ők ebben részt vesznek, de ettől függetlenül tisztességgel hajtáltak, és végezték azt a kemény munkát, amit ott a gátakon kellett zömükben végrehajtaniuk. Tehát mindenképpen elismerést érdemelnek. Hát az, hogy erre most tudtunk sor keríteni, ennek tényleg objektív okai vannak, mert számos olyan akadály jött közbe, ami miatt nem tudtuk közvetlenül az esemény lezárását követően ezt megtenni, de hát én úgy gondolom, hogy ez most is jól esett a számukra, hogy elismertük őket, hiszen hogyha valaki sokat tesz a közösségért, azt mindenképpen valamilyen módon el kell ismerni. Úgyhogy én emléklapokkal érkeztem, ez a minimum. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat részéről megköszönjük ezeknek a zömükben mezőtúri fiatal embereknek ezt a teljesítményt. És hát hoztam egy olyan ajándékot is, amit itt a hétköznapjaik során majd én nagyon remélem, hogy hasznosan tudnak használni. Ez egy mikrohullámú sütő, amit hát nyilvánvaló, hogy a parancsnok úrral, a kirendeltség vezetőjével egyeztettem, hogy mire lenne szükségük, és az önkormányzat részéről ugye ezt a kis ajándékot hoztam nekik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt megtettük, tehát elismertük a teljesítményüket. Hát másrészt azt is elmondtam ezen a köszöntőn, hogy attól függetlenül, hogy mezőtúr most már nem fenntartója a tűzoltóságnak, illetve most már a katasztrófavédelmi kirendeltségnek hívják, attól függetlenül mi figyeljük az ő tevékenységüket, és arra is számíthatnak, hogyha szükséges az önkormányzat a lehetőségein belül segít is a részükre. Úgyhogy ez a mai nap ez erről szólt, hogy megköszönjük nekik a teljesítményüket, és a másik pedig az, én arról biztosítottam őket, hogy a jövőben is itt állunk mellettük, és hogyha bármire szükségük van, akkor számíthatnak ránk. Az országgyűlési képviselő szemével mit képviselt a kirendeltség munkatársai a védekezésben? Hát először is a legfontosabb, hogy ők a hivatásukat hajtották akkor is végre. Részt vettek egy akkor összefogásban, nem akkor az ország újkori történelmén azt gondolom, hogy példátlan. Szinte az egész ország megmozdult, és nekik is elmondtam, hogy akik ott voltak vezényelve, azok nyilván mentek, mert vezényelve voltak, de abban is biztos vagyok, hogy ott is, és máskor is megfordult a fejükben, hogy ők egyébként jöttek volna önként is. Hiszen szinte mindnyájan menni akartunk önkéntesnek, mindnyájan ott akartunk lenni, és mindnyájan tettünk valamit azért, hogy sikerüljön megakadályozni a nagyobb tragédiát a Dunai árvíznél. Ki ott volt személyesen és dolgozott a gáton, ki, mint mi két polyak lemaradtunk erről, mert mire menni akartunk, már nem tartottak igényt a sok önkéntesre, annyian voltak. És hát ki úgy, mint ahogy a katasztrófavédők is, hivatásszerűen oda vezényelve. Én tudom azt, hogy van olyan katasztrófavédő, akit személyes kár is ért abból itt mezőtúron, hogy elment. Hiszen például egy földpályázatról azért maradt le egyik gazdálkodó tűzoltó, mert ő éppen a gátat védte. És hát sajnos ezért ő lemaradt arról a földről, amit mondjuk évek óta művel. Ez egy szomorú dolog. Az is szomorú, hogy egyáltalán valaki ilyen helyzetben rápályázott erre a földterületre. Én azt gondolom, hogy nem lett volna szabad.
Ez is azt mutatja, hogy nem vagyunk mindnyájan még részesei annak az összefogásnak, aminek részeseinek kellene lenni ebben az országban. Mert aki részese az összefogásnak és átéli azt a dolgot, ami a Dunai árvízkor volt, az nyilvánvalóan nem tett volna ilyet. Én nagyon hálás vagyok a tűzoltóknak. Én azt gondolom, hogy mindnyájan hálásak vagyunk a nemzetben. Ők olyan hivatást választottak maguknak, és olyan hivatást végeznek nap, mint nap, amit nagyon sokan nem tennénk meg. És nem azért, mert nap, mint nap nem bírnánk a fizikai munkát, vagy nem kockáztatnánk az életünket mások életének és vagyok megmentésért. Hanem én elsősorban azt gondolom, hogy azért, mert vannak olyan lelki helyzetek, amik nagyon megviselik őket. És ezeket a helyzeteket már nem tudnánk fölvállalni nagyon sokan ebben az országban. Az ember jó, ha beismeri, hogy van, amit tudna csinálni, és van, amit nem. És szerintem ez a lelki teher, amit néha-néha egy-egy baleset, tragédia kapcsán őket éri, ez a legnagyobb megterhelés számukra. Amikor az árvízen voltak, akkor mi próbáltunk fölajánlásokat tenni. Küldtünk a központi számra segítségképpen pénzt az önkormányzatunk, de úgy gondoltuk, hogy itt a helyi állománynak is kellene valamit adnunk, és ha a központi számra küldjük, az nem ide érkezik. És hát parancsnok úrral beszéltünk, és elmondtuk, hogy mi nagyon szívesen segítenénk, akarunk segíteni, most megtehetjük, tehát van lehetőségünk rá, szeretnénk segíteni, és akkor arra esett választás, parancsnok úr azt mondta, hogy legjobb lenne, ha egy új televíziót kapnának. És hát szerencsére még egyszer megtehettük azt az önkormányzatnál, hogy egy ilyen televíziót elhozzunk. Én bízom benne, hogy minél többet az éppen szolgálatba lévő állomány, minél több időt fog a televíziót tölteni, mert az azt jelenti, hogy nincs éles helyzet, nem kell kivonuljanak. Mert mindjárt az a jó, ha minél kevesebb olyan helyzet van, hogy a katasztrófavédőknek ki kell vonulni, ők gyakorlatozzanak, töltsék a szolgálatot éppen azzal, amit itt a laktanyában csinálniuk kell, nézzék a televíziót, ha úgy van, de ha lehet, akkor minél kevesebbet kelljen kivonulniuk katasztrófa helyzethez, tűzhöz, bármihez, mert minden katasztrófa helyzet valamilyen veszteség. Valamilyen veszteség valakinek, aki éppen az ér. És az a legjobb, hogyha ezeket a veszteséget el tudjuk kerülni. Én szeretném megköszönni a kamerák keresztül is a tűzoltóknak azt, hogy ezt a hivatást választották, és ezt a hivatást nap mint nap értünk, magyar emberekért végzik, és vigyáznak arra, hogy nekünk az értékeink és az életünk biztonságban legyen. Mi hálával tartozunk nekik érte, és hát abban bízom, hogy kitartással egyre többen fogják ezt a hivatást választani, és a fiatalok nem csak gyermekkorban álmodoznak majd arról, hogy tűzoltók szeretnének lenni, hanem amikor eljön a felnőttkor, akkor is egyre többen lesznek tűzoltók, és választják ezt a nagyon nehéz, de nagyon szép hivatást. Egy polgármester szemével és egy országgyűlési képviselő szemével néztük eddig a Dunai árvízvédelmet, de most nézzük a katasztrófavédelem szemével. Parancsnokként, kirendeltség vezetőként mi volt a legfontosabb, amit tenni kellett az árvízi védekezésben az állománynak? Hát alapvetően nekünk fontos volt, hogy megfelelő időben és megfelelő felszereltséggel útba indítsuk a kollégákat. Ilyenkor veszélyhelyzet kihirdetésekor, meg amikor olyan szituációba kerül az ország vagy egy bizonyos része, nálunk a katasztrófavédelem rendszerében különleges intézkedéseket kell végrehajtani, és ez így volt most a Dunai árvíz idején is. El kellett vezényelni kollégákat védekezésre, de ahogy őket elvezényeltük, kivettük a szolgálatból, az itthon maradókat is át kellett szervezni, hogy garantáljuk az itthon maradókkal a város és a térségünk biztonságát. Alapvetően a kollégák, akik elvezénylésre kerültek, főleg azokon a helyeken kerültek bevetésre, ahol a legveszélyesebb helyzetek álltak elő. Nevezetesen Győrújfaluba vezényelték a kollégákat effektív gát megerősítési munkálatokra. De volt olyan kollega, aki az operatív törzs munkáját segítette, volt, aki egy településnek a polgármestere mellett volt olyan tiszti beosztásban, hogy ő kezében futottak össze a mindenféle beavatkozó állománynak az információi, ő irányította a logisztikát, mi kell, hogy kell, mikorra kell. Tehát volt ilyen kollega is, és voltak olyan kollégák, akik a
mezőtúri kishajóval járőröztek Bajánál a Petőfi szigetnél a víz oldalon, és nézték, hogy milyen árvízi jelenségek vannak, és hova kell esetleg beavatkozást vezényelni. Akkor elmondhatjuk, hogy a mezőtúri kirendeltség sokoldalú munkát végzett az árvízvédelmi védekezések során. Hány munkatárs lett vezényelve? Összesen 18-an kerültek elvezénylésre, ebben volt törzstiszt és hát készenléti szolgálatos tűzoltó is, úgyhogy mind a 18-an helytáltak, a legjobb tudásuk szerint végezték a feladatukat, és az ottani parancsnokok, illetve a települések részéről is a köszönetnyilvánítást megkapták, és a mostani alkalom is jó volt arra, hogy köszönetünket nyilvánítsuk ki részükre, hogy ilyen munkát végeztek, és öregbítették városunk hírnevét. A mezőtúri katasztrófavédelem számára nem idegen az árvízi helyzet, hiszen a környezetünkben több alkalommal szembesülünk azzal, hogy árvízhelyzet alakul ki, illetve a körös múltkori nagyáradás akkor is helytáltak, nem csak mezőtúron, hanem vidéken is. Hát igen, itt alapvetően itt a veszélyeztetettség adott, tehát az árbelvízi veszélyeztetettség térségünkben ez a legkiemelkedőbb, tehát a hármas körös az magában hordozza a veszélyt mindig, nem kell messzire tekinteni, 99, 2000, 2006, 2010-ben igen komoly védekezési munkálatokban vettünk részt, ha nem is effektíven mezőtúron, de mesterszállás alatt Öcsödnél, vagy Kunszentmárton térségében, Csépa környezetében, tehát elég komoly előélete van úgymond a mezőtúri kollégáknak az árvízi védekezésben. Hallottuk, hogy a polgármesterek a falvakban, a községekben, a városban lévő szakmai szervezetek meg voltak elégedve a mezőtúri tűzoltó katasztrófavédelmisek munkájával, de ön parancsnokként mit gondolt az ő munkájukról, az ő odaadásukról? Hát én a magam részéről én biztos voltam benne, hogy ők megtesznek mindent. Nem is kellett őket noszogatni eddig se. Tapasztaltam is, mert személyesen ugyan én nem voltam elvezényelve, de a többi kirendeltségvezető kollégával összefogva meglátogattuk őket a védekezés során, és Baján értük őket utól, kit a gáton, kit éppen pihenés közben, és tudtunk velük egy pár szót váltani, és eléggé elcsigázva, de örömmel konstatálták, hogy meglátogattuk őket, és hát láttuk rajtuk, hogy el vannak fáradva, de a vezetőkkel, irányítókkal, ottani helyszíni vezetőkkel beszélve mindenki csak pozitívan beszélt a kollégáinkról.